300 hektárt szerezhet egy egyéni vállalkozó maximum, és 500 hektárt egy családi gazdaság. Tulajdonképpen bizonyos korlátokkal, bizonyos megjegyzésekkel, akár egyet is érthetnénk ezzel, hiszen a föld egy korlátozottan rendelkezésre álló előforrás, tehát azzal, hogy valamilyen korlátot szabjunk, ezzel egyet lehet érteni, de utána ugye tovább lép ez a földtörvény szervezet, és haszonmérlet esetén lehetővé teszi a gazdasági társaságoknak azt, hogy maximum 1200 hektár szerezzenek. Erről is lehet vitatkozni, lehet beszélgetni, hogy most ez sok, vagy kevés, jó, vagy nem, de semmi értelme erről beszélgetni, ugyanis azt az egészet felülírja a 33. paragrafus 2-es pont, most engedjék meg, hogy ne keresgéljem, ami azt írja, hogy viszont nem kell az összeszámításnál figyelembe venni azt a földet, amit ez az illető gazdasági társaság a saját tagjaitól vagy részvényeseitől bérel. Tehát, hogyha egy ilyen társaságnak van mondjuk 10 tagja, akkor 3000 hektárt használhat azon a bizonyos engedélyezett 1200 hektáron felül, de hogyha még ennél is kreatívabb egy gazdasági társaságnak a vezetője vagy tulajdonosai, akkor még bevonnak néhány tulajdonost, és akár fölmehetnek 100 000 hektárig is. Tehát álszent módon megszabjuk, hogy egy őstermelő csak, tehát az eredeti tervezetben ugye az volt, hogy egy őstermelő az csak 50 hektárt használhat, és korlátlan lehetőséget biztosítunk annak a nagybirtok rendszernek, amelyik már így is az ország földjeinek a 80%-át használja, és a hozzátartozó Európai Uniós támogatásokat felveszi, és az Európai Uniós fejlesztési forrásokat is felveszi. Most az egészben az a megdöbbentő, hogy ezzel még csak nem is azt hagyják jóvá, hogy na jó van gyerekek, hát most már amennyit megszereztetek, ez így jó van, maradjon ez így, hanem további földszerzést is lehetővé tesz. Tehát gyakorlatilag az egész ország fölvásárlását praktikusan lehetővé teszi ez a tervezet 33-as pont 2-es paragrafus. Tehát ez csak egy a módosító indítványok közül. Ez egy másik, ami annyiban jelent módosítás, hogy ugye a pirossal jelzett és aláhúzott módosítások azok, amiket amit vagy módosítani, vagy betenni javasolnak a képviselők a szövegbe. És itt például ez arra vonatkozik ez a módosító indítvány, hogy az újonnan megszerzett földdel együtt se 500 hektár legyen a családi gazdálkodóknak a maximuma, hanem 300 hektár vagy 6000 aranykorona értékű. Most természetesen lehet ezzel a vélekedéssel, ezzel a javaslattal vitatkozni, és meg lehet vitatni, hogy ez így jó-e vagy sem, csak hogy nincs erre lehetőség, mert nincsen társadalmi vita. Ugye? Az, hogy 500 hektár legyen, 300 hektár legyen, ezek nagyon lényeges kérdések. Ugye a 300 hektár, mint a gondoló agrárszakember, az a véleményem, hogyha egy család nem tud megélni 300 hektárból, akkor ez valahol máshol keresse a kenyerét. 300 hektár egy családnak az már egy igazán komoly birtok, és azért lényeges, hogy valahol egy ilyen szinten húzzuk meg a határt, ugyanis mások is szeretnének élni a földből. És ez az, amit itt Magyarországon teljesen elfelejtettünk. Itt például egy másik módosító indítvány igyekszik finomítani és belevinni egy olyan korlátot, ami a kertészeti kultúrák esetén ugye a maximum 50 hektárt javasolja, és szántóföldi és megyegazdálkodás esetén pedig a 300 hektárt, hiszen szintén családi gazdaság esetében, hiszen az a helyzet, hogy nem mindegy, hogy milyen kultúrát, milyen fajta mezőgazdasági tevékenységet folytat ez a család. Ugye az 50 hektár szántó vagy
gyümölcs, szőlőgyümölcs, zöldség, gyógy és dísznövény esetében egy hatalmas nagy gazdaságnak számít. És itt az indoklásban nagyon érdekes statisztikák vannak egyébként, az előzőnél is ugyanezek az indokok álltak itt. Ugye az európai statisztikák szerint a különböző európai országokban a nagy birtoknak nevezett birtokok, Svájcban 54 hektár, Hollandiában 135 hektár, Belgiumban 150 hektár, Lengyelországban 250 hektár, Franciaországban, ami ugye egy nagy mezőgazdasági ország, ott is 274 hektár, Ausztriában 295 hektár, és Olaszországban pedig 332 hektár. Tehát látható, hogy ez a 300 hektár az európai statisztikák szerint egy reális szám. Ez talán az egyik legnagyobb vitát kifejtő, vagy kirúgáló törvényjavaslati pont. Nagyon-nagyon sokszor vissza fog térni a módosítók között, hiszen ha egy helyen javítunk egy ilyen törvényszöveget, akkor az következetesen végig kell javítani, ezért lett 71 néhány módosító indítvány. Például ugye ez a helyben lakó, ugye, hogy a bejelentett állandó lakcím számítson, ugye ez az egyik nagyon lényeges dolog, és aztán majd ugye az, hogy mit is jelentsen a helyben lakó, az egy következő fontos kérdés. Tehát ugye ideiglenesen bejelentett lakcímmel bárhol lehet az embernek, de ténylegesen lakni csak egy helyen tud. Tehát az, hogy ott legyen helyben lakó az illető, ahol az állandó lakhelye van, ez egy nagyon logikus dolog. És a másik pedig az, hogy azon a településen éljen, lehetőleg azt nevezzük helyi gazdának, aki azon a településen él, mert ugye a magyar értelmező szótár szerint is a helyben lakó, vagy az ezzel azonos tartalmú helybeli kifejezés jelentése az, hogy az adott helységben közigazgatási egységet alkotó településen élő vagy oda való. Tehát mindenki csak egy településen lehet helyben lakó. Igen, ez itt ki van nagyítva. Szeretném jelezni, hogy ezt a vitát, ami zajlik, és szeretném jelezni, hogy amikor a kormány, vagy a miniszter, vagy az államtitkárok azt mondják, hogy helyben lakó állampolgároknak adjuk a földet, ők a 20 kilométeres szabály szerinti helyben lakót, a saját maguk által önkényesen meghatározott szabály szerinti helyben lakót értik, ami azt jelenti egészen pontosan, hogy például Sárbogárdon tudott nyerni 18 sárbogárdi gazdával szemben egy kislányi illetőségű úr. Ha valaki beüti a Google Maps-be ezt a két települést, pontosan 36 kilométert fog kiadni. A titok az, hogy település határtól település határig számolják, és igen, és gyakorlatilag Sárbogárdnak van egy külső település része, és az már pont azzal együtt már belefér a 20 kilométerbe, de konkrétan hadd mondjam el azt, hogy az a gazdaság, aminek az előbb mutattam néhány képét, az a kishatosi ökológiai mintagazdaság, ez is állami földeken gazdálkodik. Még érvényes szerződése van következő év október 31-éig, de a Nemzeti Föld Alap már most október 10-én meghirdette nyilvános pályázatra ennek a szintézménynek van a földeit, ahol én ügyvezető vagyok. Mindenkinek a fantáziájára bízom, hogy hogyan is van ez az egész. Minden esetre 30 ezer hektár, abból a bizonyos 65 ezerből, az még mindig, már két éve, most már idén harmadik éve, hogy lejárt a bérleti szerződés, de még mindig nem hirdették meg ezeket a földeket pályázatra. A törvények szerint egy évig lehet egy úgynevezett megbízási szerződéssel odaadni annak, aki korábban műveltett, tovább nem. Ez csak egy kitérő volt. Csak annyit szeretnék mondani, hogy most a saját példákból tudom bemutatni, hogy mit is jelent az a 20 kilométeres körzet.
ugyanis december 3-án volt a pályázatok bontása a kishantosi földekre. Ezek itt hantos településnek a határában eső földek, és hát a pályázati szabályzat szerint ugye a 20 kilométeres körzetből pályáztak Dunaföldvárról, az itt van. Azért az egy elég jelentős távolság. Pályáztak Sárdugárról, pályáztak Aváról, és pályáztak Kálózról. Ezt nem is láttam most itt. Jajon, tehát most akkor döntse el mindenki maga, hogy itt van ez a kis hantosi település, ez egy 1000 fős település, ahol a helyi gazdák tisztelettel a mi munkánkra nem pályáztak egy sem, csak egy kívülről jött szexuális illetőségű. És akkor nézzék meg ezt, hantos Dunaföldvár, hát döntse el mindenki, hogy ez most akkor helyben lakó vagy sem, és egyáltalán mi köze van a településhez, mi köze van azokhoz a földekhez, hogyan fogja művelni Dunaföldvárról, talán ezzel jól tudtam érzékeltetni, hogy ez mennyire ellentmondásos. Igen. Itt a javaslat egy módosított sorrendet javasol, hogy kik pályázhat, vagy kik lehessenek vásárlók a földekre. És ha a helyi gazda a mi értelmükben, tehát az adott településen élő gazda nem igényelte a földet, akkor az Mátyán Bencsik-féle módosítók visszahozzák a demográfiai földprogramban résztvevő fiatal földműves párt, illetve a pályakezdő fiatal földműves párt. És azt a földműves, aki a földszerzés időpontjában az árujelzéssel, illetve eredet megjelöléssel körülbelül területen belül földrajzi árujelzéssel jelzett termékeket állít elő. Itt a sorrendben, ezt egyébként egy nagyon érdekes újságcikk is kiemelte, az eredeti sorrendben ugye ezek a feketével jelölt szövegek voltak, amiket törlésre javasol a módosító indítvány, hogy az, aki földet állattartás céljából takarmány terület két akar hasznosítani, vagy aki halastalan hallgatást folytat, az akárhonnan is pályázhatna. Most erre mondja meg nekem bárki is, hogy milyen logikai háttere lehet egy ilyen döntésnek, ha csak nem az, hogy egy láthatatlan kedvezményezett kör, aki hatalmas állattenyésztéssel rendelkezik az ország különböző területein és halastavakkal, gyakorlatilag az ország bármely területén pályázhasson. Tehát ez a módosító indítvány ezeket törölni javasolja, illetve azt javasolja, hogy kerüljenek be azok, akiket az eredeti idős stratégia kedvezményezettként határozott meg. És bár sokan igyekeznek lejáratni ezt a demográfiai programot, ugye? Én csak szeretném jelezni, mint vidéken élő, és Európa mezőgazdaságát is jól ismerő ember, agrárszakember, hogy rettenetesen fontos azt megérteni, hogy nem elég a földjeinket valahogy megőrizni, vagy visszaszerezni, mert a föld magától nem terem. Tehát a földet és a helyi gazdákat egyszerre kell megmenekítenünk saját magunknak, és a jövőben is gondolkozva a gazdák új generációját most helyzetbe hozni, mert különben nem lesz, aki az élelmiszert nem tud majd megtermelni. Most ugyan ezeken a nagyon-nagyon nagy gazdaságokon, ugye, azért azt értsük úgy, hogy 10 000 és 100 000 hektáros holdingok vannak ma Magyarországon, nem tudom, hogy önök erről tudnak-e, vagy mennyi tudnak. Ezek visszakövetkeztethetőek az Európai Uniós támogatási adatokból, tehát ezek nem légből vett adatok, hanem látható adatok. És ezeket profitorientált nagyvállalatok működtetik, tőkeerős nagy cégek,
ahol csak egyetlen egy dolog számít, a profit. És abban a pillanatban, a jövőbeni elkövetkezendő évtizedekben gondolkozzanak, abban a pillanatban, hogy valamilyen után fogva, mondjuk az input áraknak a növekedése miatt nem lesz gazdaságos ezeket a nagy cégeket üzemeltetni, akkor máshol fogják a tőkéjüket helyezni ezek az érdekcsoportok, és bár ott marad a föld, de nem fog nekünk teremni, ha nincs hozzá olyan ember, aki megnyerje és a kenyerünket az asztalra tegye. Ez egy érthető logika? Remélem, az. Köszönöm. Aztán itt az... Igen, tehát gyakorlatilag itt az indoklásban ez meg is jelenik, hogy a választási program, vagy a kormányhoz határozattal megerősített nemzeti vidékstratégia, és ezt alá szeretném húzni, hogy egy a mostani kormány és a mostani miniszter által benyújtott nemzeti vidékstratégia, melyet a kormány határozatban fogadott el, és amely érvényben van, amelyet bárki megtalálhat a kormány honlapján, azzal teljes mértékben ellenkezik a földtörvénynek számos rendelkezése. Itt tehát ez a módosító indítvány igyekszik ezt a hibát orvosolni, és ezért a vidékstratégia szerint a földvagyont elsősorban a helylakó, az adott településen élő gazdálkodó családoknak kívánja juttatni, és a föld használt, vagyis az adott településen helyben, vagyis az adott településen akarja tartani. Tudom, hogy egy kicsit nehéz követni ezeket a gondolatokat, de mégis engedjenek meg egy fontos gondolatot. Az, hogy a jövedelmet helyben tartani, hogy ez miért fontos? Nem tudom, valaki gondolt-e arra, hogy Magyarországnak a jelenlegi súlyos gazdasági és társadalmi problémái azok éppen innen indulnak ki, hogy ezek a nagyon ügyes, nagyon gazdag, nagyon erős érdekcsoportok tudtunkon és szándékunkon kívül gyakorlatilag a magyar termőföldnek kb. 80%-át betöltötték, és ezzel kihúzták a helyi közösségek alól azt a jövedelemteremtő termelő erőforrást, ami az egyetlen jövedelem forrása a vidéki közösségeknek, a vidéken élő embereknek. Egy ilyen helyzetben, ha azt mondjuk, hogy oké, hát ezt így jártunk, ez történt. Oké, de ott van 1000, 2000, 3000, 5000 hektáros közössége, azok ott maradtak, ugye? Ellenítélhető módon, hogy a születtek ott élnek, ott van a házunk, ott élnek, és akkor ők miből éljenek meg, ha a jövedelmet onnan kivisszük. És ebből következik az, hogy mi a megoldás, ami gyakorlatilag a mai nap is tönkreteszi a társadalmat? Az a segély, a magyar segély, a közmunka, ami soha semmilyen gazdasági fejlődés nem fog hozni, és semmilyen megoldást nem jelent, időleges és megalázó. Az elvándorlás, az, hogy ott hagyják a falvakat a fiatalok főleg, de már nem csak a fiatalok is, nem ennek a városba munkát keresni. És bizonyára mindannyian ismerik azokat a történeteket, hogy itt Budapesten nem találnak munkát a fiatalok, mert egy munkahelyre 200 ember jelentkezik. Mit csinálnak tehát? Fogják magukat és összecsomagolnak és elvonják az országot a legjobbjaink. És ez ugyanaz a folyamat, mint ami az 1900-as évek fordulóján történt, amikor 3 millió ember tántorkodt ki ebből az országból, annak a hátterében is a nagy birtok állt. Azok a nagy birtokok is, ha olvassák el András Fallő Bertalannak az írásait, azok a nagy birtokok is nagyon-nagyon pusztító hatásúak voltak. Kiszorították, ugyanígy kiszorították az embereket, és az a 3 millió ember ezért indult útnak a nagyvilágban, mert nem volt megélhetésük. Most ugye nem kimondottan a vidékiek indulnak külföldre, hanem először szólják a városiakat maguk előtt, majd utána, aki belátja azt, hogy itt Magyarországon semmilyen lehetősége nem marad, az elindul. Szinte alig van olyan család Magyarországon, ahol valaki már ne csomagolna, vagy már ne dolgozna külföldön.
És ezt muszáj látni, ezt érteni kell és látni kell, és ezért harcolni fogalkörömmel ezekben az ügyekben. Hogy hogyan lehet egy törvénytervezetben egy kérletűs szóval kivégezni egy egész társadalmi réteget, arra ez egy nagyon jó példa. Valószínűleg nem tudják olvasni a szövegnek a szakróbetűs részét. Megpróbálok egy kicsit nagyítani, de lehet, hogy nem fog sikerülni. Aztán már villanyolni, az nagyon sokat javít a láthatóság. Nem tudom, hogy hol van a kapcsolója, de valószínűleg ott. Tehát azt írja az a eredeti szöveg, a törvénytervezet, hogy ha a földműves mezőillet belgazdaságilag hasznosító föld tulajdonjogát, vagy haszonélvezeti jogát olyan mértékben szerezné meg, hogy a tulajdonában, illetve haszonélvezetében és bármilyen jogcímen használatában álló föld nagysága a 30 hektárt meghaladná, a szerzéshez legalább középfokú mezőgazdasági szakképzettséget és az eredeti tervezetben és legalább 5 éves mezőgazdasági üzemben töltött gyakorlati időt kell igazolnia. Úgyhogy most ragadjunk le ennél. Gondoljuk csak el, hogy mivel hogy a mezőgazdaságban állások szinte nincsenek, alig-alig vannak, ezért ha azt mondjuk, hogy egy 18 éves fiatal, aki elvégzett mondjuk egy aranykarászos gazdaképző tanfolyamot, vagy egy mezőgazdasági szakközépiskolát, ami tulajdonképpen megfelel ennek a középfokú mezőgazdasági szakképzettségnek, de nem kezdhet földművelésben, nem vásárolhat földet, mert még 5 év gyakorlat kell neki. Tehát kitolják, ugye, és majd 23 éves korában, ha addig volt olyan szerencsés, hogy valahol el tudtuk helyezkedni mezőgazdasági üzemben, ami becsléseim szerint talán a fiatalok 5-10%-a, tehát azoknak, akik esetleg ezzel gondolkoznak, gyakorlatilag ez a kétbetűs kis szóval el lehetetleníti azt, hogy fiatalok ebben belépjenek ebbe a történetbe, vagy esetleg új szereplők, akik szeretnének gazdálkodni az adott faluból, az adott falu földjein. És ezért a módosítás azt javasolja, amivel mi maximálisan egyetértünk, hogy az és helyett egy vagy legyen, mert hogyha azt mondjuk, hogy legyen vagy középfokú mezőgazdasági szakképzettsége, vagy 5 éves gyakorlata, hiszen ha valaki már gazdálkodik, de nem volt módja elvégezni az iskolát, akkor ne zárjunk ki azért a gazdálkodásból. És ugye a következő ilyen 100 hektárt meghaladó föld esetében középfokú végzettség is ugyanígy és vagy, tehát gyakorlatilag erről szól ez az indoklása. Most itt ez az, ami felett, hogyha nincsen olyan jó szándékú okos és az idejét és az energiáját nem kímélő képviselő, aki erre odafigyel és módosító indítvány nyújt be, akkor egy új mozdulattal, egy gondnyomással kizártunk egy nagyon jelentős réteget már a földhöz jutás lehetőségéből. Hát azt hiszem, hogy ez egy másik vonatkozású javaslat, ugye, hogy ha 500 hektárt meghaladnánk a közeli gazdák hozzátartozó országos birtok maximumát a terület, akkor ez legyen a határ. Ugye ezt jól értelmezem. Kérném, hogy... Igen, annyit hozzátennék ehhez, hogy a törvény mond egy 1200 hektáros országos birtok maximumot. Össze kell számítani az egy családhoz tartozó családtagokat. Mi azt gondoljuk, hogy ez túl magas. Most mindjárt így szeretném elmondani egyet hozzá 500 hektárra, ami egyébként a családi gazdálkodásnak szerintünk egyébként is magas birtok maximuma.
De mindjárt hozzátenném, hogy van egy másik módosító indítvány, amit majd talán Péter is megemlít, gondolom, ami pedig egyszerűen a Magosznak a javaslata eltörölné az országos birtok maximumot, vagyis akár mekkora lehetne a család összeszámított birtok. Ugye ezzel egyúttal szeretném azt is jelezni, hogy ami ma a gazda érdekképviseletet jelenti a parlamentben, az nem a családi gazdaságról szól igazán. Tehát az az érzés az embernek, hogy a magán nagybirtok és a tők és társasági nagybirtok, ezek szépen összeérnek és megegyeznek egymással. Tehát nem, hogy 1200 hektár, hanem egyáltalán eltörölni. Nem, hogy lejjebb hozni a határt, hanem eltörölni, hogy akármekkora lehessen ez az összeszámított, országosan összeszámított birtok maximum. Talán ennyit még ide ehhez a... Köszönöm, és kérem, hogy a következőknél is, hogy te van kérdés. Igen, hát ez is tulajdonképpen azt hiszem, hogy ugyanarra vonatkozik, nem? Hogy a közeli hozzátartozó országos birtok maximumának megállapításánál ez a kijelölt övezet, ez az önkormányzatok által kijelölt övezet, és ezt már nem számítanánk bele. Itt az indoklás ugye azt írja, hogy számítsuk csak bele az összes földet. Ha már ilyen magas határokat húztunk meg, akkor tessék beszámítani az összes földterületet, ez egy korlátos erőforrás tényleg, és azt akarjuk, hogy sokan éljenek, meg nem lehet akár mekkora méreteket kialakítani. De egyébként később is jellemző lesz az, hogy miközben elvileg korlátokat szab, aztán jön egy paragrafus, ami meg teljesen kinyitja, és egy bizonyos körben szinte korlátlan lehetőséget nyit. Később jön ez az 1200 hektáros bérleti birtok maximum, amit Éva is mondott, azért hogy fűzzek akkor ehhez is egy kis kommentárt még. Ami az igaz, amit a kommunikáció mond, hogy a jelenlegi 2500 hektáros tők és társaságok által bérelhető birtok maximumot, vagy területnagyságot lehozza 1200 hektárra. Tehát két nagyon nagy kaput nyit, ami meg korlátlanná teszi ezt. Az egyik a saját részvényesektől bérelt föld, ez egy nagyon fontos dolog. Ez gyakorlatilag megmondhatatlanná teszi, hogy mekkora birtokok alakulnak ki, mert attól függ, hány részvényes van, és alanyi jogon a részvényesek, vagy a tagjai az adott társaságnak 300-300 hektár birtokok adnak. Bérbe adják a saját cégüknek, attól függ, hanyan vannak és mennyi földjük van. Nincs fölső határa gyakorlatilag. Tehát egy nagyon erős csúsztatás, az igaz, hogy 1200 hektárra lejött az elvi maximum, de ebben nem számít bele mindaz, amit a saját tagoktól, meg részvényesektől bérel, sőt, hát ami a nagyobb biztonság, bocsánat, még élesebben fogalmaznám meg ezt, ez a bizonyos kényszerhasznosítás, ahol is, ha úgy dönt a hatóság, hogy valaki nem megfelelően műveli a földet, visszavonhatja a bérletet, és annak adja a nyilvánosság kizárásával, tehát nem kell kifüggeszteni, nincs pályáztatva a föld, annak adja, akinek akarja. Van egy paragrafus, majd jön az is talán, ami azt mondja, hogy ezt a földet sem kell, amit így úgynevezett kényszerhasznosítás formájában továbbadok, aminek se a térmértékére vonatkozóan nincsenek korlátok, se a formájára, hogy hogy adom, milyen feltételekkel mérve ezt a területet. Ezt sem kell beszámítani ebbe az 1200 hektárba. Akár mekkorát lehet kapni így az államtól, kényszer formájában elképesztő arrogancia a szöveg maga is. Ezt nevezi kényszerhasznosításnak, ahol minimális a bérleti díj, hagyd mondjam el, mert ez egy nagyon jellemző az egész törvényre. Hogy egy kört hogy lehet helyzetbe hozni. Minimális bérleti díjat kell fizetni, ezt leírja, mi az, hogy kényszerhasznosítás. A bérleti díjból levonhatja, akit kényszerítettek, a költségeit, mert hát őt kényszerítették, és neki költségei vannak a földműveléssel, vagyis van egy ingyen erőforrása. Sőt, számlát is nyújthat be, hogyha nagyobbak lennének az igazolt költségei, mint a bérleti díj, nem tudná leírni, akkor még ezzel is elszámol vele a bérbeadó, mondjuk az nemzeti földalap. A termés természetesen az övé, hát az így van. És hogyha területalapú támogatás jár a területhez, akkor az is az övé, mert az a föld használóját illeti meg.
ugye erre mondja az ember, hogy, és ez mindaz a teljes nyilvánosság teljes kizárásával történik. Ugye erre mondja az ember azt kényszeredetten, kicsit, hát, hogy ügyes. Tehát bizonyos köröket abszolút könnyen ingyen erőforráshoz lehet juttatni, és utána jön az a szöveg, hogy a nagy birtok versenyképesebb, meg hatékonyabb, mint a kicsi. Hát hogyha egyszer egy adott társaság megkap több ezer hektárt kényszerhasznosításra adott esetben, a másik meg kénytelen piaci bérleti díjat fizetni a bérlet területeiért, mert a piacon jut hozzá, hát ez önmagában akkora különbséget jelent, hogy nem lehet versenyben összemérni a kétféle társaságot. Hát ez egy jelkép, ezt azt elmondja az ember kicsit arrogánsan talán, hogy hát én könyörögnék, hogy kényszerítsen már valaki, hogy a fél határt én műveljem meg. Elképesztő arrogancia. Tényleg itt is ugyanerről van szó, hogy bizonyos dolgokat nem kell viszont beleszámítani. Tehát egyszer leírja, hogy mi minden, hogyan alakulnak a méretek és a többi a szabályokat, és utána egyszer csak jön egy paragraf, és azt mondja, hogy mindez nem vonatkozik ezekre meg ezekre. Körülbelül így, igen. Ide is kapcsolódik, tehát az is mondtam ezt a példát. Én csak egy rövid tennék, hogy amikor a helyben lakással kapcsolatban az, annak nem csak az a kártétele, hogy a helyben élők nem jutnak jövedelemhez, hanem hogy egy településnek az intézményeit helyben élők jövedelméből tartják fönt. És egy olyan településen, ami számos ilyen van Magyarországon, ahol a környező földek 80-85%-a már külső társaságoké, elszívja azt a jövedelmet, ami a település fönntartását biztosítja. Tehát ez megágyaz annak, hogy a települések elsorvadnak. Igen, hát akkor hadd kapcsolódjak ehhez a gondolatmenethez. Bizonyára sokan olvasnak arról a csípőtelepi tehenészet avatásról, ahol Orbán Viktor is megjelent. Csányi Sándornak a 2400-as tehenészetéről van szó. Megjelent Orbán Viktor, és megjelent Benedek Fülöp is, aki az MSZP kormánynak az államtitkára volt, aki visszakeresi az interneten, megtalálja a fényképeket, ahol ott jelen van ebben a társaságban Benedek Fülöp, akit egyébként korrupció miatt börtönbüntetésre ítéltek, felfüggesztett börtönbüntetésre, és ezután közvetlenül néhány héttel bejelentette a Csányi Sándor, hogy ő alkalmazza a Benedek Fülöpöt, mert kiváló szakember. De Benedek Fülöp volt az államtitkára a Gyurcsány kormánynak, akkor, amikor a gazdatüntetés volt 2005-ben, szembe ült a gazdákkal, úgyhogy el tudják képzelni, hogy mit éreznek azok a gazdák, amikor ezt látják. Na most ez a csipőteleti telep, 3,5 milliárd forintos beruházásból épült, és 58 munkahelyet hozott létre, de a helyből érkező információk szerint 150-et viszont megszüntetett azokon a telepeken, ahonnan a teheneket oda szállították. És a 3,5 milliárd forintos támogatásnak minimum 40%-a olyan Európai Uniós támogatás, fejlesztési, vidékfejlesztési forrás, amit az Európai Unió a vidéki családoknak szán. És szeretném még azt is elmondani, hogy az a két település, amelynek a határában van ez a telep, az annak az éves költségvetése a két településnek együtt nem éri el a 2 milliárd forintot. Tehát így lehet ezeket az arányokat mérni. Igen, hát ez például, ez is egy ilyen kis rejtett trükk, hogy a szervezeti változással, illetve társasági formaváltással, egyesüléssel vagy szétválással létrejön belföldi jogi személy, és jogi személyiség nélküli más szervezet a jogelődje tulajdonát képező földtulajdonjogát megszerezheti. Ugye ez a 94. június 27 előtt megszerzett főleg, ezt azt hiszem spontán privatizációnak nevezték, és akkor még céget is vehettek földet. Volt egy 4 hónapos időszak, ennyit még hagy fűzzek hozzá, amikor cégek is szerezhettek. Most legalizálni akarja a földtörvény ezeknek a cégeknek, ez egy 60 000 hektáros terület,
annyit tudtak akkor megszerezni. Most legalizálni akarja, hogyha szétválik, jogutód szervezetek is tulajdonolhatják, miközben azt mondja a földtörvény, hogy a társaságok nem tulajdonolhatnak. De kivétel a gyeridió, hogy tetszett mondani. De azért mégis vannak olyan társaságok, amelyek, ha megszerezték ezt, akkor abban a 4 hónapos időszakban, akkor, hogyha átalakulnak, szétválnak, valamit csinálnak, tovább viszik ezt a jogosultságot, és mégis lehet tulajdonuk. Ezt szeretnénk kivenni belőle, egységes legyen a törvény. Senkire sem vonatkozza, egyetlen társaságnak se lehessen tulajdon. Igen, tehát a jogosultság a törvényre vonatkozik, és az indoklás ez itt jól látható, illetve még azt tűzik hozzá a kedves képviselőnök, hogy az NSZFA részére megvásárlásra ajánlott, akinek ilyen földje van, és ez teljesen jogos. Igen, egy másik érdekesség. Ugye látható már a főtörvénynek a megfogalmazásából, meg az egész cirkuszból, ami körülveszi, hogy óriási harc dúl a földekért, ez most már nem tagadható le. De mégis lehetővé tenni ez a törvényjavaslat, hogy az, aki megszerezte a földet, az tovább adhassa bérbe, vagy áthengethesse másnak, amennyiben az ebből származó bevétele nem haladja meg a mezőgazdasági tevékenységből származó bevétele 1/4-ét. Hát ez minimum érdekes. Na, itt hagyjuk hozzá, hogy miért szerez földet, aki nem akar gazdálkodni. Ugye? A logikája az a földtörvénynek egyébként, hogy földbűnös szerezhet földet. De hogyha nem akarja, ha tovább akarja adni alhaszonbérbe, akkor nyilván nem ő akarja művelni. Akkor miért nem azt szerzi meg a földet, aki egyébként műveli? Tehát az alhaszonbérlet itt jelenik meg tulajdonképpen valamilyen formában, aminek semmiféle indokát, már hogyha egységesen valóban azt mondjuk, hogy az, aki megműveli, azért a föld, ez ebben nem fér bele. Tehát itt biztos, hogy van egy kör, akik én a következőre gondolok, azért kell a föld, mert a földhöz kapcsolódó jogosultságokat megszerzi, és a munkát meg elvégezteti majd valakivel. Tehát ez az alvállalkozó. Tulajdonképpen erről szólna ez a történet, szeretnénk töröltetni a törvényt. Igen, és azért még azt is hozzátenném, hogy mennyi egy társaságnak a bevétele, ismerjük a kreatív könyvelést, hogy az is nagyon sokféleképpen alakulhat, és hogy mi annak az 1/4-e. Ez megint csak, ugye látható módon csak egyetlen egy szó módosítást javasolnak a képviselőurak, mégis gyökeresen változtatja meg a törvény lényegét, ugyanis ez a törvény szakasz arról szól, hogy hogyan is szülessen a döntés, ki döntsön arról, hogy ki vásárolhassa meg a földet, és hogyan. El kell mondjam, szerintem ezt még hát nem tudom, én még nem igen találkoztam olyan emberrel, aki felfedezte ezt a furcsaságot, hogy az egész rendszer, az eljárásrend olyan, hogy nem az eladó dönt arról, hogy kinek adja el a földjét, hiszen éppen ez a lényegi. Ugye beszélnek a kommunikációban arról, hogy majd a hatóság ellenőrzi, de nem arról van szó a földtörvényben, hogy ellenőrzi, hanem a hatóság dönt. És pontosan ugyanolyan mechanizmus szerint fognak a magántulajdonú földek tulajdonba, illetve bérletbe menni, mint ahogy a Nemzeti Földalapnak az ominózus, botrányos bérleti szerződései kötettek, hiszen ugyanaz a kör fog dönteni. És méghozzá az eljárás rendkívül különös, ezt sem láttam még, hogy bárki kritizálta volna, ugyanis meg kell kötni, el akarom adni a földemet. Mondjuk ön el akarja adni 50 hektár földjét, meg kell kötni a szerződést egy szerencsétlen balekkal, alá kell írják. És utána nem, ő el szeretné annak az embernek, valóban azzal megköti a szerződést, akinek el szeretné adni a földjét. Aztán utána el kell küldje a jegyzőhöz, és kifüggesztik. 15 napra kifüggesztik, és bárki bejelentkezhet rá. Ezek után pedig bemegy a hatósághoz, és a hatóság dönti el, hogy ki veheti meg a földet. Vannak ugyan rangsorok, amikbe itt többször is majd belefogunk, már láttunk belőle egyet, de még az sincs igazán leírva, hogy ez kötelező érvényű lenne a hatóságra nézve, amikor a döntését meghozza. Sőt, még az is deklarálva van,
hogyha semmilyen rangsor nincs a jelentkezők között, mert nagyjából azonos szintű emberek, akkor sem maga dönti el, hogy kinek adja el, akkor is a hatóság dönti el. Méghozzá várható módon ugyanúgy, mint ahogy a Nemzeti Föld Alapnál lévő földek pályázatai, elméletileg a megyei hivatalnál levő háromfős alkalmazotti testület hozta meg a döntéseket. Tehát olyan emberek, akik alkalmazotti jogviszonyban vannak, és hogyha nekik valamilyen sugás érkezik felülről, hogy milyen irányban vagy hogyan döntsenek, akkor választhatnak, hogy vagy szeretnék megtartani a munkahelyüket, vagy pedig azt csinálják, ami, és akkor azt csinálják, amit mondtak, vagy kötik magukat az eredeti rendszerhez. Hát döntsünk el, hogy akkor melyiket fogják választani. Ehelyett, a rendszer helyett javasolja, ja igen, bocsánat, és még ehhez kapcsolódik az, hogy valamilyen ismeretlen összetételű, jó estét kívánok szív, ismeretlen összetételű földbizottságot is említ ez a törvény tervezet, amiről nem lehet tudni. Itt van, de fel, jogkörrel, igen, véleményezési jogkörrel felhatalmazott helyi földbizottság. Ez maga a törvényi szövegben van benne, tehát véleményezési jogkörrel felhatalmazott helyi földbizottság. Ebből következik, hogy lesz valamilyen helyi földbizottság, amiről nem tudjuk, hogy kik lesznek benne, és egyébként is csak véleményezési joga lesz. Itt viszont ez a módosítás, ez egy nagyon-nagyon jelentős módosítás, mert ez együtt döntési jogkör jelent, tehát a helyi földbizottság, bár nem tudjuk, hogy ki lesz benne, de feltételezzük, hogy ez a helyi embereket képviseli, hogy legyen legalábbis együtt döntési joga, ami azt jelenti, hogy az ő jogállásuk nélkül nem mehet a föld oda. Igen? Egy érdekességre hadd hívjam fel a figyelmet, hogy egy, ha jól tudom, egy keresztény demokrata képviselő ugyanazt a módosító, az egyetlen keresztény demokrata képviselő által benyújtott módosító indítvány, szóra megidézik egy MSZP által benyújtott módosító indítványnal, ami a régi termelőszövetkezet és egyéb vagyonhoz való még szabadabb hozzájutást segíti elő azzal, hogy még a gazdasági társaság dolgozóinak is külön jogot biztosít a hozzáférésre. Nos, én azt gondolom, hogy nagyjából a szándékunk ezzel a mai estével az volt, hogy egy kis betekintést nyújtsunk abba, hogy hogyan is néznek ki ezek a módosító indítványok, mi áll mögötte, mi az, amire hatással van. Nyilvánvaló, hogy egyetlen egy ilyen rövid este nem is elég ahhoz, hogy áttekintsük az egészet, és ezért én remélem, hogy elég jól érzékeltettük azt, hogy ezekben a súlyos, az egész ország jövőjét meghatározó kérdésekben az Élőlánc Magyarországért jogosan követeli azt, hogy ezekről a kérdésekről egy széleskörű társadalmi vita induljon, amire most pillanatilag 0%-os az esélyünk, hiszen a kormánynak pontosan az a célja, valami oknál fogva, hogy átnyomja az egész törvénytervezetet, sőt, mi több, még azon felül is még rosszabbá tegye ugye a magos javaslatokkal, hiszen látható, hogy azokat is támogatja a kormány, és az állampolgároknak a megkérdezése nélkül. Megmondom őszintén, ahogy olvasgatom, hallgatom ezeket az ügyeket, az a benyomásom, és gondolják végig, hogy arra épül az egész koncepció, hogy hosszú szövegeket ma már senki nem olvas el. A MAGOSZ koncepció, a MAGOSZ módosító is erre épül, ezt garantálom, ugyanis ahogy elkezdtem olvasni, igen, mondom, ezzel egyetértek, ezzel is egyetértek, és ugye itt hajlamos az ember azt mondani, jó van, hát én ezt támogatom, hiszen minek olvassak végig 25-öt, amikor, és akkor egyszer csak ott vagyok, hogy Jézus Márián, ugye? Ott, hogy minden hatalmat a magosznak. Mert hogyha a járásokhoz és a kamarákhoz tesszük a döntést, akkor gyakorlatilag a magosz kezébe tesszük a döntést, és azt, hogy ma mit jelent az, hogy magosz, sajnálatos módon ezt azért talán érzékelik, vagy látják, hogyha nem látják,
az nagyon nagy baj. Tehát gyakorlatilag a magos elárulta azokat a gazdákat, akiknek a hátán a hatalomba kapaszkodott, és kizárólag ezeknek a nagybirtokos érdekköröknek dolgozik. Ezt felelősségem tudatában jelentem ki. Borzalmasan sajnálatos, és ez egy nagyon súlyos szó az, hogy hazárulás, de azt hiszem, hogy legalábbis gondolkozom a kezem, hogy minek is minősítsük. Az, hogy döntő pozícióban vannak, az minden esetre biztos. És az is biztos, hogy 2005-ben a gazdatüntetésen azok a gazdák, akik ott álltak államíti a traktorjaikkal, hát nem erre gondoltak. Mi mindannyian ott ültünk, Hajdán Péter is ott ült, Lányán professzorral együtt a gazdatüntetés tárgyalásain 3 hétig, úgyhogy pontosan tudjuk, hogy ott mi történt, ki volt ott, miért volt ott, mi volt, ki ült velünk szembe, még emlékezünk. Egyetlen egy dologra szeretném csak felhívni még a figyelmet, hogy ugye van a mai magyar átlagos állampolgár, aki figyelemmel kíséri a föltörvénnyel kapcsolatos információkat, az én magánbeszélgetéseim alapján azt tudja, ami a médiában és a kormányzati nyilatkozatokban megjelent. És ezzel egyetért. Itt tartunk. És erre nektek is képviselőre felhívom a figyelmeteket, hiszen azt mondják nekem az emberek, hogy de hát egyetértünk azzal, hogy kedves egészségedre, hogy külföldi tulajdonában ne kerüljön a föld, és egyetértünk azzal, hogy a föld műves művelje a földet, és ugye állandóan ezt halljuk a kormányzati kommunikációban. Ezzel mi is egyetértenénk, csak hogy a földtörvényben nem ez van. És ezt szeretném csak egyetlen egy dologgal érzékelni. Ugye azt mondta a miniszterelnökünk egy gyönge pillanatában, hogy külföldieknek coki. Biztosan vannak, akik hallották, ez elhangzott a magyar televízióban. Na most azt mondjuk, hogy földműveseknek adjuk a földet. Ezzel is mindenki egyetért. De hogy a földtörvény hogyan definiálja, hogy ki a földműves, arra felhívom mindenkinek a figyelmét. Az 5. paragrafus 12. pontjában határozott meg. A Magyarországon egyéni vállalkozóként, őstermelőként, családi gazdálkodóként, gazdálkodó család személyesen közreműködő nagykorú tagjaként, önfoglalkoztatóként nyilvántartásba vett belföldi természetes személy, illetve tagállami állampolgár. Tehát Európa, az Európai Unió minden polgára, az osztrák, a német, a francia és az olasz, és innen kezdve egyébként szeretném arra kérek mindenkit, hogy ezt legyen szíves továbbadni, és legyen szíves elolvasni a földtörvényt, ha nekem nem hisz. Innen kezdve nem is lehet pontosan érteni, hogy miről is beszél a kormány, a miniszter és a miniszterelnök, hiszen a külföldi állampolgár, ugye, és főként európai polgárok érdekeltek a magyar földszerzésben, majd később lesznek szaudarábiaiak is, meg kínaiak is, az a következő felvonás lesz, de ez az út vezet oda, szeretném jelezni. Ez, ami most ebben a kis 74 oldalas anyagban van, ez oda vezet, hogy 2-3 év múlva könnyen lehet, hogy arra ébred a hantosi polgár, hogy egy szaudarábiai kezébe került a szomszédos 10.000 hektár föld. Egyáltalán nincs kizárva. És tehát ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy azonos joggal, azonos módon és azonos joggal juthat földhöz egy bármelyik európai ország állampolgára. És ugye azt mondja, most olvastam már az Orbán Viktor miniszterelnök úrnak egy nyilatkozatát, ami november 16-án a Magyar Nemzetben jelent meg, hogy bozót harcot folytatunk a külföldi földtulajdon ellen. Érdemes elolvasni. Most a bozolt harcnak a lényege az, hogy meg fogjuk semmisíteni az összes zsebszerződést, és visszaveszünk az összes földet. Most hogyan tudnánk visszavenni a földet, amikor ugye lehetővé tesszük 2014. május 1-től, hogy Európai Uniós állampolgárok földhöz jussanak, helyben lakónak kell lenni, de hát ezt már Joachim Blum is megoldotta, és azon kívül pedig jelentem, hogy akiknek zsebszerződése volt, ők már évek óta helyben lakók.
lakók. Például Karl Baumüller mezőfalva határában 3000 hektárt művel, a felesége magyar, a felesége nevén vannak a földek, senki a világon tőle már azt a földet nem fogja tudni elvenni, semmi, ezek közül semmilyen rendelkezéssel. És azon kívül ugye 2014. május 1-ig, amíg ez a földtörvény érvényben lép, addig is sok idő van még, de azok a törvények, amiket a zsebszerződések ellen hoztak, azok is csak, ha jól tudom, akkor majd 2013. júniusától lépnek érvénybe. Tehát addig lehetősége van minden külföldi állampolgárnak, hogy úgy rendezze a földtulajdonát, ahogy pont beleillik az új szabályok közé. És azt is hadd mondjam el önöknek, ha már megtiszteltek ma este a bizalmukkal, hogy például a mi megyei kormányhivatalunk vezetőjének a közvetlen munkatársa az pontosan az, aki a mezőfalvi termelő szövetkezetnek a földjét ennek a bizonyos Karl Baumüllernek átjátszotta, úgyhogy a TSZ tagokat teljes mértékben kisemlézték. Most akkor kérdeljük el, hogy mennyire várhatjuk mi. Tehát az a kérésem, hogy a kormányzati kommunikációra, szóval, hogy az igazságot próbálják megkövetni. Ez a kérdésem mindenkihez, és terjeszteni, hogy lényegében minden másképp van, mint ahogy mondják. Ugye például hogy egy másik dolog, rengeteget lehet még most is hallani a kormányzati kommunikációban a családi gazdaságokról, és ugyanakkor viszont itt a földtörvény céljainak a megfogalmazásában, a preambulumban, ami úgy kezdődik, hogy az országgyűlés abból a célból, hogy itt az szerepel, hogy a mezőgazdaságban a közepes méretű agrárüzemek elterjedjenek. Ez van itt a helyett, hogy a családi gazdaságokat támogassuk. Márpedig egy korábbi kormányzati kommunikációból azt is nem tudni, hogy az 1200 hektáros méretet gondolják csak közepes méretűnek. Tehát gyakorlatilag semmi sem igaz, és ahogy elkezdtem az előbb mondani, arra épül az egész rendszer, hogy úgysem olvassa el senki. Azt is szégyenkezve mondom, de tényleg, hogy a miniszter úr is tett egy olyan nyilatkozatot egy körülbelül két héttel vagy három héttel ezelőtt, amiből az derült ki, hogy ő sem olvasta a törvénytervezetet. Állati gyilkos. Úgyhogy erre épül az egész rendszer, hogy még aki nagyon szeretné követni, ugye mi ma este megpróbáltuk követni, de azt állapítottuk meg, hogy azt a több száz módosító indítványt, vagy 200 akárhányat, meg magát a törvényt, meg a majdani módosításokat egyszerűen képtelenség követni. Tehát itt egy nagyon-nagyon komoly társadalmi mozgalomra lenne szükség, amelyik jelzi, hogy odafigyelünk, nem fogadjuk el, követeljük, hogy társadalmi vita legyen róla, hiszen még ezek a módosítások is olyanok, némelyik a jó szándékú módosítások is olyanok, hogy azért beszélgetni kéne róla. Például, hogy ki legyen a bizottságban, mert ez egy szép dolog, hogy legyen egy öttagú bizottság, de ki válassza meg, hogyan legyen, hogy ugye több helyen is szerepel a törvényben az, hogy majd később, ugye például az állami földekre vonatkozóan, majd egy másik törvény fog rendelkezni, sőt még azt is beletették, ezt is az ágyambencsikvéli módosítók igyekeznek javítani, hogy egyébként minden másról is egy másik törvény. Tehát most elfogadhatják azt, hogy kétharmados, be van betonozva, de ha van kedvük, akkor ő nekik hagytak egy, igaz? Mert most azt is kétharmaddal rögzítik, hogy másik törvény egyébként bármelyik részéről a törvénynek másképp is rendelkezhet. Tehát elképesztő. És én azt gondolom, hogy egy estére egy embernek a fejébe ennyi körülbelül elég volt, ezért átadnám a szót Engyám professzornak, illetve Kovács Ádámnak is szeretne. Igen, persze, konzultáció azért is. Igen, de előtte hadd mondja el a saját összefoglalóját, Engyám professzor. Mindenkit meg szeretném köszönni ezt az alkalmat, hogy beszéltünk róla. Valóban egy ilyen, talán ennek a ciklusnak a legfontosabb törvénye a vidék alkotmányáról szól tulajdonképpen, hogy az alapjait adná meg ez a törvény. Hát minden, az a minimális elvárás a politikával szemben nyilvános.
társadalmi vitát folytassunk, különböző körökbe vigye végig, és vitassuk ki az összes lehetséges megoldást, magyarázzunk el, hogy mit akarunk, és kérdezzük meg, hogy jó-e, amit akarunk, ez a minimum. Na most, ugye a menetrendről azért annyit, hogy mondjak el, nyár elején került föl, talán az ismerős, vagy találkoztak vele a koncepció ennek a törvénytervezetnek az internetre, de hát ugye kös az a kör, akit meg akarnánk célozni, hát nem mindenki csetel az interneten, hogy így mondja, bocsátot kérek, és naponta keresgél, hogy milyen információ van. Ezt én nem tartom semmiféle szintű társadalmi konzultációnak. Az ott kezdődik, amikor szemtől szembe az emberekkel megbeszéljük az okunkat. Július 12-én került föl maga norma szöveg, ugyanígy csak az internetre, és ott lehetett megjegyzéseket fűzni hozzá. Volt egy úgynevezett közvéleménykutatás, amit Budai államtitkár úr volt szíves elindítani, ahol hát olyan döbbenetes dolgok vannak a kérdőíven, amire adott válasz nyilvánvalóan prekoncepció. Tehát például nem lehet 300 hektárnál kisebb optimális gazdasági méretről nyilatkozni. A legkisebb kategória az a 300 hektár vagy a fölötti. Ugye tehát tisztességes, ez egy kérdőív. Ez egy kérdőív, ami azt hivatott bizonyítani, hogy hát kérem, az emberek is úgy látják, hogy 300 hektár a minimum. Nem a maximum, a minimum. De a kérdés nem vonatkozott a kisebb méretre. Hogy csak egy példát mondjak a célzott közvéleménykutatásról, amit aztán a kérdéket azt látják, hogy az emberek is úgy látják, hogy 300 hektár alatt nincs is élet. Ezt követően került a parlament elé szeptemberben a maga a törvényjavaslat miniszter úr beterjesztésében. Itt lezajlott ennek az általános vitája. Két részletben zajlik egy ilyen általános vita, hogy erről a menetről is valamit beszéljünk, hogy hol tartunk és hova tart ez a törvényhozási folyamat. Az első szakaszban csak a miniszteri expozé hangzik el, és az egyes frakciók vezérszónokai mondhatják el a maguk dolgát, itt nincs hozzászólási lehetőség. És aztán van az általános vitának egy második szakasz, amikor hozzá lehet szólni. Mert ez egy érdekes, izgalmas vita volt, ezt ajánlom, akinek van kedve, energiája, és a parlamenti honlapra fölmegy, meg tudja nézni a földtörvény általános vitájának ezt a második szakaszát, ahol hát többé-kevésbé látható, hogy ki milyen érdekeket képvisel. Érdekes, 4,5 órás vita volt, jó vita volt, de hát ettől még a társadalom nem tud erről a vitáról, ami itt zajlik a földtörvény körül, mert se a szöveget nem ismeri, se a módosítókat nem ismeri, se a szándékokat nem ismeri senki. Valóban a kommunikációból, ami a médián keresztül átjön, hát abból tájékozódnak az emberek. És a deklaratív része a törvénynek is, meg a kommunikáció, ami elkerül van, az abba bele se lehet kötni szinte. Az olyan gyönyörű, hogy tényleg sírva fakad az ember. És a vidékfejlesztési stratégiával teljes összhangban van maga a kommunikáció. Mi azért nyújtottuk be a módosító indítványainkat, ezt a 70-et, mert mondjuk finoman fogalmazva koherencia zavart érzünk. Belső ellentmondást érzünk a vidék stratégia, meg a kormányprogram, vagy a nemzeti földalapról szóló törvényben ott vannak a birtokpolitikai irányelvek, amit még 2010 nyarán fogadott el maga az országgyűlés. Szóval az ott rögzített elvek, programok és a többi, és a földtörvény norma szöveg részei. Nem a deklaratív része preambulum, bár ott is vannak olyan megfogalmazások, ami egészen más tükröz, mint ami ezekben a dokumentumokban korábban volt. De a normatív részei, az intézkedő részek, azok a paragrafusok, amelyek tényleg számon kérhetők, hát ott pedig nagyon sok olyan probléma van, és ezt próbáltuk mi ezzel a 70 módosító indítvánnyal valamelyest korrigálni, összhangba hozni, hogy a szabad így mondani, azokkal a deklarációkkal, amelyeket a választási program vagy a kormányprogram, illetve a vidék stratégia tartalmazott. Na most a módosítók hatására is azért azok a reakciók, amik jöttek kívülről, láthatóan a társaság mégiscsak elkezdett gondolkodni. Azt szeretném itt elmondani, hogy mikor a 70 módosító indítvány, ami nem szokásos kormány oldalról a saját előterjesztése, mondjuk így barátságtalan gesztusnak minősíti ezt általában a politika, hogy a saját oldalról, a saját törvényünkhöz 70 módosító indítványt beterjesztünk, akkor ezt azonnal kiadta a társaság, a miniszterelnökség egy részletes elemzésre. Tudom, hogy végig elemezték az összes módosító indítványt.
hogy most ennek a következménye az, hogy a magos egy csomagot összeállította, az is valószínű, ami nem minden tekintetben azonos azokkal finoman fogalmazva, amit mi szeretnénk módosítani, és egy ilyen csomag készült. Kitolták a módosító indítványok beadási határidejét, és így aztán bejöhetett még ez a módosító csomag is. A másik, ami történt, és ez is fontos volt azért bizonyos szinten, hogy egy frakcióülés csak a földtörvénnyel foglalkozott. Tehát társaság talán rádöbbent arra, hogy ez fontosabb annál sem, hogy ezt is ugyanúgy vigyük keresztül, és itt muszáj legalább belül valami konszenzust teremteni a földtörvény ügyei körül, mert láthatóak az ellentétek. Az érdekes, és még ugyancsak ez a politikai terephez tartozik, nem tudom, ha esetleg valakinek föltűnt, a Magos ifjú gazda tagozat országos értekezletén ott volt a miniszterelnök úr, és a Györfi Balázs, az ifjú gazda tagozatnak az elnöke, fölvetette akkor azt a kétharmados lehetőséget. Akkor miniszterelnök úr úgy reflektált erre a fölvetésre, hogy hát mi nem vesztésre készülünk. Ugye ami részben azt jelenti, hogy a kétharmadok azt jelentik, hogy akármilyen baleset történik, biztos, hogy abban az irányban megy tovább a dolog, mert valószínűleg kétharmadait valaki, senkinek nem lesz a belátható időn belül újra, vagyis ezekhez nem lehet hozzányúlni. Hát amit igazán be akarok égetni, ezt kétharmadtal égetem be, minden eshetőségre készülve. De ott még azt válaszolta tényleg nyilvánosan a miniszterelnök úr, el lehet olvasni, hogy nem készülünk mi a vesztésre. És akkor ezt követően egy tárgyalás a Magosszal, és akkor bejelentették, hogy kétharmados sarkolatos törvény lesz a földtörvény. Lázár János jelentette be nyilvánosan sajtótájékoztatón. Ugye ez önmagában érdekes, mert ezt magát is érdemes lenne megvitatni a társadalommal, hogy most akkor akarjuk-e ezt beégetni úgy, hogy hozzá se tudjon senki nyúlni. Kettő, nem tudjuk, hogy milyen földtörvényt fogunk kétharmadossá nyilvánítani. Mert nincs döntés a módosítókról, nincs semmiféle megállapodás, amit miniszterelnök úr mondott, hogy megállapodás közelében vagyunk, és mindenről meg fogunk állapodni, ugye valami ilyesmit nyilatkozott a frakciólés után, talán találkoztatok vele. Hát az arra vonatkozik, ez a 2,5 órás frakciólés volt, ahol hát elvekről beszélgettünk. De hát az ördög a részletekben van látható, és ezekről velünk, az egyes módosító indítványunkról velünk, se Bencsik János, se velem, senki, semmilyen szinten a fölsőházban nem tárgyalt. Se a minisztérium, se a frakcióvezetés, senki. Tehát ezt szeretném elmondani, hogy semmiféle egyeztetése tekintetben nem volt. Egyeztetés két körrel volt. Egyrészt ez a sajtóban is megjelent, aztán a sajtótájékoztatót tartott Jakab István, a Magosz vezetésével egyeztetett a miniszterelnök úr, és a kisgazdákkal ugyanebben az időben, amit ők zokon vettek, mert nem ugyanarról tárgyaltak, a miniszter úr pedig a kisgazdákat fogadta. Tehát a Tuli Kovács féle társaságot. Mondom még egyszer, azokról a módosítókról szó sem volt, amiket mi ütöttünk be. Tehát nem tudom, mire alapozza a miniszterelnök úr azt a jövő képet, hogy tulajdonképpen mindenben megegyezés születik, mert nem tudom, hogy mit élik meg ezeket a módosítványokat. Most a kétharmad következtében, hogy a menetrendet mondjam, ennek az az előfeltétele, hogy ez sarkalatos kétharmados törvény legyen a földtörvény, hogy erről így kell nyilatkozni az alaptörvényünk. Ezért most félretették a földtörvény vitáját, levették a napirendről, nem megy tovább a részletes vita. Most tulajdonképpen itt az következne a földtörvénynél, hogy a módosító indítványokat egyenként megvitatja a bizottság, a mezőgazdasági bizottság, és utána részletes vitára ezek bekerülnek a parlament plenáris ülésére, és ahol mindenki elmondja az érveit pro és kontra az adott módosító indítványokról. Na ezt az egészet elnapolták, ez februárra van áttolva várhatóan, és ezt most megelőzi az alaptörvény módosítása. Tegnap nyújtotta be a kormány, már egy hete készül rá a bizottság, hogy megtárgyalja, de nem nyújtotta be eddig a kormány ezt a módosító indítványát. Hétfőn fogja tárgyalni a mezőgazdasági bizottság délután 2-kor, most már megkaptam a meghívót, az alaptörvény erre vonatkozó módosítását. Azt azért elmondanám, hogy körülbelül mi az, ami bekerül az alaptörvénybe e szerint, amiből két dolog ismert volt nekem, egy teljesen ismeretlen dolog is viszont bejön itt, amiről nem is tudom, hogy mi a tartalma. Tehát még annyit sem tudok róla, mint a másik kettőről. Én magam sem. Bekerül itt a P-cikkbe, a alaptörvény P-cikkébe, ez a harmadik módosítás az alaptörvénynek, tehát itt találjuk meg a parlament honlapján is, hogy Magyarország alaptörvényének harmadik módosítása. Így megtaláljuk az írományok között, hogyha valaki keresi, utána tud keresni,
beterjesztett módosított módosításnak. És ez a következőt mondja, a termőföld és az erdők tulajdonjogának megszerzése, valamint hasznosítása első bekezdés szerinti célok eléréséhez, itt azt mondja, hogy ezeket meg kell őrizni nemzeti hatáskörben, ami jó egyébként az alaptörvényben, eléréséhez szükséges korlátait és feltételeit, ez a földforgalmi törvényre utal. Kettő, valamint az integrált mezőgazdasági termelés szervezésre, ez egy újabb törvény lenne, és harmadsorban, és a mezőgazdasági üzemre vonatkozó szabályokat sarkalatos törvény határozza meg. A földtörvény és az üzemszabályozási törvény, ez benne volt a tervek között is. Itt viszont a harmadik törvény, ami el kellett volna, hogy készüljön, az a családi gazdaságról szóló törvény. Most a családi gazdaságról szóló törvény nem szerepel itt, mint sarkalatos törvény, pedig hát ez lenne az alapja a szerkezetnek. Tehát ha a földforgalmát, meg az üzem működtetés szabályát kétharmadosként hozzuk be, ide tartozna a családi gazdasággal kapcsolatos törvény harmadikként. Egyébként, amíg én ott voltam, egy bizottság, amit létrehoztunk, az ezt a három törvényt készítette el, nagyjából kész volt. Most a családi gazdaságokról szóló törvény nem, én is most olvastam, nem szerepel. Itt viszont ehelyett van egy számomra nem tudom, hova tenni, integrált mezőgazdasági termelés szervezésre vonatkozó törvény. Nagyon gyanakszom, hogy itt valami nagy integrátorok mindenkit maguk alá akarnak gyűrni, és ennek a játékszabályairól van szó. Ugye én kaptam, bocsánat, hogy elmondom, csak itt ez jut az embernek eszébe, mikor bekerültem államtitkárként, akkor nem is akárként keresztül kaptam egy úgynevezett vidékfejlesztési stratégiát készen. Odaadta a miniszter, hogy olvassam el. Mert hogy nem is a kártin keresztül érkezett, és ajánlották, hogy nézzük már meg, hogy mi van ebben. Ezt a Bonafarm csoport csinálta. Tehát a Csányi érdekeltség. És ez gyakorlatilag nem volt más, én ezt elolvastam akkor, mindjárt 2010 legelején, amikor bekerültünk, és azzal adtam vissza a miniszter úrnak, hogy gratulálj nekik, kívánj sok sikert, de hát ez az ő saját üzleti tervük. Ehhez a közpénznek, meg a magyar államnak nem sok köze van. Hát ezt intézzék el a piacon. Miért várják, hogy ezt az állam valósítsa meg? Tehát, hogy mondjuk alapanyaggal, hogy lehetne ellátni ezeket a cégeket például. Na most, hogyha itt arról lenne szó, hogy egy olyan törvény készül majd, ami ezt intézményesíti, teszem föl, hogy az alapanyag ellátása ennek a cégcsoportnak biztonságos legyen, és akkor az integráció szabályait próbálja valahogy szintén kétharmados sarkalatos törvényként beégetni, hát ugye ettől megborzong azért az ember, és mindezt a családi gazdaságokról szóló törvény helyett teszi be harmadiknak sarkalatos törvényként az alaptörvénybe. Szóval ezekről hétfőn azt hiszem ugyanilyen nyílt a mezőgazdasági bizottság ülésén muszáj szót váltanom. Arra jó az, semmi másra, hogy jegyzőkönyvbe veszik. Tehát az utókor számára világos lesz, hogy sejtettük, miről van szó, erre mi rákérdeztünk, azt mondtuk, hogy ne így legyen. Ha mégis így lesz, akkor ennek legalább nyoma van, hogy mi történt. Na most, tehát én nekem az az érzésem, hogy 17-ére rendkívüli ülésnapot kért még a frakció, vagy a kormány, azt hiszem, nem is tudom, most a kormány, vagy a frakció kérte, hogy 17-én még ülésezzen a parlament, akkor lenne ennek a valószínű végszavazása. Tehát az alaptörvény módosításnak. És ha megvan az alaptörvény módosítás, ami rögzíti, hogy ezek sarkalatos törvények, akkor folytatódik februárban a földtörvény vitája, akkor jönnek sorra a módosítóindítványok, vagy a kapcsolódó, addig kialakuló módosítóindítványok, és azokat vitatja meg a parlament. Valószínűleg beéri akkor ez az üzemszabályozási törvény is a földtörvényt, mert sok olyan dolog keveredik ide bele, ami oda tartozik. Tehát az, hogy milyen üzemforma, például őstermelő vagy egyéni vállalkozóként működteti a gazdaságot, ennek semmi köze a földszerzéshez vagy a földforgalomhoz. Ez üzemszabályozási probléma. Tehát még szakmailag is ezeket próbáljuk írtani innen, mert annak ott kell lennie. Nem is a tulajdon mentén fogja meg az európai közösség egyébként a külföldiek földszerzését. Nem itt fogja meg, mert ebbe bele fognak kötni nekünk. Hanem az üzemszabályozásnál, ahol leírja, hogy ki, hány gazdaságot, milyen feltételekkel, milyen térmértékkel tarthat a kezében. Ott szabályozzák.
nem a földforgalomnak. Mert ha egyszer már belementünk, elég nagy baj volt annak idején, hogy a föld a tőke szabad áramlása kategóriába került, akkor a földforgalomnál nem tudom ezt szabályozni, hanem a működtetés mikéntjénél, az üzemszabályozásnál tudom megfogni, hogy kik is tudnak ténylegesen hozzájutni. És itt ott általában kíváncsi van az üzemszabályozási törvény is egyébként, mert általában egy érdekeltség vagy egy személy egyetlen gazdaságot tartott a kezében, korlátos térmértékkel. Mert hogy korlátozott az erőforrás. Hogy ott most mi lesz? Fogalmam nincs az üzemszabályozási törvény, de kétharmados lesz, anélkül tudnánk, hogy mi lesz benne. És kétharmados a földforgalmi törvényen túl, amiről szintén nem tudjuk, hogy milyen módosítások lesznek, ez a bizonyos integrációs törvény, amiről fogalmam nincs, hogy mi lesz ennek a tartalma. Illag se tudom, hogy körülbelül miről is szólna ez a földforgalmi törvény. Valamikor márciusban szerintem eldől a dolog. Most ha szabad ennyit személyes dolgot elmondani, mert köszönöm, hogy ide hívtatok és lehetőséget kaptam és hogy hozzászóljak-e. Nagy örömömre szolgál, hogy ez a mai este összejött. És akkor talán ezt is elmondhatom, hogy nem csak a földbérleti ügyek, amelyek hát elképesztőek, és én erről nem akarok most beszélni, nem ez a mai este tárgya. Nem csak a kamarai törvény, hogy milyen módon és hogy alakultak meg a kamarák, amik az alapintézménye lett volna ennek a vidék stratégiának, hanem bizony ezek a törvények, amelyek most itt körvonalazódnak, ezek vízválasztók. Ezek eldöntik, hogy valóban a kommunikáció és a tények azok vajon köszönő viszonyban vannak egymással, vagy sem. Én a magam részéről egy évet adtam arra, hogy megpróbáljuk visszafordítani a szekeret, naív módon azt gondolván, hogy csak az a baj, hogy nem ismerik az embereket a tényleges helyzetet, tehát mondjuk a képviselőtársaim csak ismeret hiányában nem lépnek föl bizonyos folyamatok ellen. Egy évet gondoltam arra, hogy ezt tisztázzuk belül, oda teszem a tényeket, részben a földbérletekben, illetve a törvényben is megpróbáljuk Bencsik képviselőről módosítani a dolgokat úgy, hogy térjünk vissza az irányba, amelyre megállapodtunk az emberek, amelyre kéne, hogy menjen a szekér, ha valóban néppárti politikáról beszél. Valamikor márciusban ez végképp eldől, hogy van-e valami siker ennek a tevékenységnek, úgyhogy én azért itt is azt tudom csak mondani, hogy addig én tisztességből, böcsületből végig küzdöm, akkor is, hogyha sokszor reménytelennek tűnik ez a csata, lássuk a végeredményt, mi lesz, és onnan az az a pillanat, amikor valószínűleg, ha nem sikerül ezeket a módosításokat legalább a földtörvényen végigvinni, ha nem sikerül a földbérleti rendszerben egy változást elérni, és ugyanez megy tovább, és gáz alá a helyi közösségeken, akkor valóban nincs keresni valója ott ezen nekem a társaságban, akkor ki kell lépni a frakcióból. Tehát itt is szeretném mondani, hogy akkor, hogyha ez mégis ez a teljesen sikertelen forgatókönyv, már számomra sikertelen forgatókönyv valószínűleg meg, akkor valósul meg, akkor függetlenként fogom folytatni, tehát ki fogok ülni a Fidesz frakcióból. Összegyűlnek azok a dolgok, és ez most tényleg egy ilyen személyes megjegyzés, így ezt a hasonlatot szoktam, mint beszélgettünk itt is, mondtam, mint a Galapagos szigeteken a guánó. Kicsit ételekben rakódik az ember lelkére, és aztán leszakítja a lelkét. Amikor vállalhatatlan ez a dolog, elég közel vagyok most már ahhoz, tehát a folyamatokat is látva, a fejleményeket a törvény körül is, elég közel vagyok ahhoz, amikor vállalhatatlan a dolog, akkor nem szabad tovább vállalni az ügyet, és valami más megoldást kell keresni, mert ebben az irányban nem jó a megoldás. Annyit még, hogy még hozzátegyek, voltam egy közös vitám az ELTE-n. Részben járom az egyetemeken, mert azt hiszem, hogy a fiatalokkal érdemes foglalkozni, a saját korosztályban elég sikertelennek bizonyulok. Úgyhogy Balogh János akadémikus úr volt az, nem sokkal a halál előtt volt nálunk, és hát kérdezték tőlem, hogy miért foglalkozik ennyit a fiatalokkal. Hát azért azt mondjam, mert a saját korosztályom már reménytelen. Ez elég szomorú, ugye annyi a reflexek, beégtek a reflexek az emberben, hogy sokat, érdemes sokat foglalkozni a fiatalokkal. Ez nem azt mondom, hogy mindenkire igaz ez, de van ebben valami igazság. Tehát abban lehet reménykedni egy ilyen helyzetben, hogy a következő generációkkal megértetjük, hogy miről van szó, jobban fölfogják. Voltam az ELTE-n egy ilyen vitán, ott a Gőgössel, meg a Raskó barátunkkal,
vitatkoztunk, és aztán voltam a Corvinuson, is a nagy előadó tele volt, és hát nagyon hangulatú este volt végül is, 300-as nagy előadó tele gyerekekkel, érdeklődőkkel. Őszintén egyenesen megbeszélni ezeket a dolgokat, és ezt azért hozom ide, mert Traskó a pódium vita után félrehívott, hogy azt mondja, rendben lesz ez a földtörvény most már. Megmondom, hogy miért. Mert nagyjából azok a módosítók tűnnek tovább menni, amelyek az ő érdekeiket érik. Ő, aki 2800 hektáros birtokát középbirtoknak nevezi. És aki azt mondja, hogy én akarok skanzent csinálni Magyarországból, hogyha a családi gazdálkodásról beszél. Versenyképtelen, reménytelen, mondja ő. Úgy azt mondta, a következőt mondta, és két dolgot említett, ami hát vésztjósló. Valóban a foglalkoztatás kikerül. Azt mondta, hogy megállapodás van, ő beszélt a dán titkárúrral, és mindegy, hogy mi mit akarunk, hogy akarjuk ezt módosítani, ez ki fog kerülni a foglalkoztatási kötelezettség, mert mi azt mondtuk, hogy akkor legalább foglalkoztassanak, ha már egyik földet használnak. Hogy ne az legyen, mint a Csányinál, hogy 150 embert elbocsát, annak fejében, hogy 50 embert foglalkoztat, és fölveszi az állami támogatásokat hozzá, hogy ezt a zenélő, elképesztő, már szakmailag is nonsense tehenészetet létrehozza. A nyomor közepén, az ormánságban, ahol a munkanélküliség olyan, és foglalkoztat 56 ember. És a másik, amit mondott, ez szintén a Csányinak az igénye lehet, így kell mondjam, mert ő ezt nyilvánosan ott az, amikor átadták ezt a természetet, be is jelentette, hogy olyan földtörvényt akar, azt várja, hogy olyan földtörvény születik, amelyben ezeket a nagy állatokat, telepeket kielégítik földdel is. Tehát hozzájuk kerül a föld. Nem akar ő alkudozni, ezt már csak én teszem hozzá a környező közösséggel, mert megállapodhatnott a növénytermesztők hozták, hogy szállítsák meg itt a kormányt. Hát miért kell azért ahhoz közvetlenül földet adni? Egyébként a kérdésem az, hogyha mondjuk levágja az állatot, akkor arányosan visszaadja a földet, vagy hogy lesz ez? Ezt végig se gondolta senki. Hát Raska azt mondta, hogy megvan az a megállapodás is, hogy számos állatonként, tehát 500 kg élősúlyú állatonként 2 hektárt fognak kapni. És innentől már rendben van a földtörvény. Mert ez azt jelenti, hogy Csányi esetében, hogy ez 5000 hektár a környéken. A 2500-as tehenészeti telepéhez. Érted? Mi lesz ott az emberekkel? Mi lesz azon a közösséggel? Tehát ezt a viszonylagosan rossz hírt is még itt muszáj ők elmondani, mert nem csak a hivatalos módosító indítványok vannak terítéken, hanem a háttéralkodozások. És én úgy látom, hogy nagyon jól megegyezik a nagybirtokos kör, akármelyik oldalon van, a Nagy Tamás, a Jakab Istvánnal nagyon szépen megérti egymást, bár az egyik az formálisan a tőt és társaságokat képviseli, a másik pedig, így kell mondjam, a magánnagybirtokokat képvisel. Ez a két kör, ez tökéletesen megegyezik, és hogy itt a helyi közösség, az eredeti néppárti politikának nem sok terep marad. Na, ezen a terepen próbálunk módosulást elérni, és azért jók az ilyen esték, és azért köszönöm, hogy megszervezte az Élőlánc ezt. Azt még itt ebben a körben hagyd mondjam, hogy az a szervezet, aki mindig konzekvensen kiállt a tisztességes néppárti politika mellett. Ez egy furcsa helyzet, hogy a kormányon a saját programját kell számon kérjük. Ez egy elképesztő helyzet. Hát én mondják, hogy miért nem lépek ki a frakcióból. Most még nem lépek, azt mondom, hogy kérem, miért lépjenek ki azok, akik más irányba terjesztenek. Hát én azt képviselem, amiben megállapodtunk. Tehát köszönöm a Élőláncnak, hogy megszervezte ezt a mai estét. És tényleg minden tiszteleten azért a tisztességes társaságé. Gondolkodtunk is, ott is beszélgetünk azon, hogy valami ilyesmit kéne, hogy a Bajnait is ellensúlyozzuk. Mert hát az egy tragédia lenne, ha a libatolva jönne vissza megint. Ezt szokták mondani, hogy mit akarsz? Hát azt akarod, hogy ezek jöjjenek vissza? De hogy akarom én azt? Az a banda, az gyakorlatilag már megmutatta, hogy mire képes. Amikor 500 családot tönkretett, bedöntötte a Hajdúvétet, és a Wallis egyik offshore cégén keresztül kimentette a pénzt, azok szerencsétlenek, hogy nem kapták meg a libájuk ellenértékét, amit jó hiszeműen átadtak neki. Dehogy akarja.
Abból a szempontból viszont tanulságos, ahogy szervezkednek, és valószínűleg azt kéne itt is csinálni ezen a oldalon, hogy a tisztességes emberek szövetségét létrehozni. A egyenes beszéd szövetségét létrehozni. Azokból a csírákból, azokból kezdődne, vagy itt a Várajó Szövetség is, vagy az élőlánc. Vagy sokfelé látom azokat a csírákat, amelyek, ahol a tisztességes emberek gyülekeznek. Akik nem akarják elfogadni, hogy a politika az az legyen, aminek most nevezik. Mert nem az a politika, a közügyeivel való foglalkozás, a polisz ügyeivel való foglalkozás. Nem az én zsebemet rakom tele, meg a haverjaimé, hanem próbáljuk vagy közösen igazgatni az ügyeinket, és megegyezünk egymással. Ez a politika. Az én olvasatom. És azt hiszem, hogy egyre többen így gondolják, hogy nem találnak terepet, hogy hova lehetne menni. Tőlünk azt kérdezik mindig, no, de hát akkor hova? Azt akarod, hogy ezek jöjjenek? De hogy akarom? Valahogy ki kéne találni azt, hogy hogy lehetne tisztességes embereknek egy olyan szövetségét létrehozni ebben az országban, akik abszolút többségben vannak egyébként, amely ezt az egész mocskot, amit rajtunk van, ledobja, minden estül ledobja magát. Azt az összefüggő hálózatot, amit Éva is jelzett, hogy a Csányi Sándornak az a Benedek Fülöp a főtanácsadója, hát aki, hát a közösség, milyen köztörvényes, fölfüggesztett börtönbüntetést kapott, és főtanácsadóként van, az úgynevezett jobboldali, vagy polgári oldali elkötelezettségű nagy tőke mellett. Vagy mondok egy másik példát, és hát ez is döbbenetes volt, nekem most már értem, hogy egy összefüggő hálózatról van szó, még ellenzékben voltunk, és a mezőgazdasági bizottság ülésén akkori agrárminiszter Gráf Józsefnek a meghallgatása volt. És jött Gráf miniszter úr a bizottság ülése, én is tagja vagyok a bizottságnak, és elhűlve látom, hogy ahogy jön föl a lépcsőn, elém egy Budai Gyula és megöleli, megcsókolja. Mondom, emberek, hát akkor hogy van ez? Ellenzék meg? Kikivel van? És most már értem. Tehát van itt egy olyan összefüggő hálózat, aki már a spontán privatizáció óta együtt volt. Az egész egy közös hálózatot alkot. Tehát, hogyha ezt az egész hálózatot nem tudjuk innen ledobni, akkor majdnem mindegy, hogy melyik oldal kerül oda. Mert az menedzseli a többieknek az ügyeit is. Hát amikor megnézi az ember az agrártámogatásokat, most éppen a Csányi van az első helyen, na maga 4 milliárdjával, amit elvitt a közös kasszából, az agrárkasszából. De a második helyen ott van Leistinger Tamás. A harmadikon meg jön, akkor újra Gyerges Zsolt. Ők hárman elvittek 10 milliárdot a közös kasszából. És így váltogatják egymást. Polgári oldali elkötelezettségű, szocialista polgári, szocialista polgári. Ha végignézi az ember a legnagyobb támogatottak listáját, azt ezt találja. Nincs itt különbség, uraim. És hölgyeim és uraim, bocsánat. Nincs itt különbség. Na most, hogyha ezen az összefüggő hálózaton nem tudunk változtatni, ami a háttérből mozgatja az egész politikát, hát a törvényalkotásban szinte meg tudom mondani, hogy melyik mondatot kidiktálhatta be, mert neki kell. Hát, ha így megy a törvényhozás, ha így működik a politika, akkor miben reménykedünk? Ezzel a hálózattal szemben teljesen mindegy. Próbálom, mert az egész hálózatot, az egész rendszert nem tudjuk megváltoztatni. Tetszettek volna forradalmat csinálni, mondtam, egy rendszerváltásnak eljött már az ideje, gondolom, és ezt kéne, hogy ezt a rendszerváltást fölfogva a téteket, a tisztességes emberek szövetsége, hajtsa végre ebbe vissza. Enélkül nem tudjuk a törvényeket sem, a legjobb szándékkal sem megváltoztatni, és innen ettől a pillanattól kezdve, ha nem tudunk a törvényhozásra hatni, akkor jogosan lebegteti Budai Gyula a PTK-t, és azt mondja, hogy neki az unokatestvére ugyan nem rokona. Vagy az unokatestvér rokonsága kerített be Borsodban, nem tudom, 700 hektárt. És akkor azt nyugodtan válaszolja, hogy hát kérem, hát itt a PTK, a törvény. Azt mondja, hogy nekem az nem rokona. Vagy azt lehet mondani, hogy tessék bírósághoz fordulni, nyugodtan lehet mondani, mert hát a törvény a disznóságot magába foglalja. Hát ahogy itt is láttuk, ezek a kényszerhasznosítás, hogy mondjak egy elképesztő disznóságot, hát ha törvényben van iktatva, hogy ilyen föltételekkel lehet kényszerhasznosítani, hát onnantól kezdve fordulhat akárhova az ember, akár még bírósághoz. Hát törvényes. Ahogy ezt a Zuhman Tamás mondta, annak idején mindig ezt szoktam idézni,
amikor valami biztonsággal kapcsolatban oda nyomták neki a mikrofont, akkor ő felügyelte a privatizációt, APVRT-nek a felügyelő minisztere volt a Horn kormány idején. És oda nyomtak neki, mit tudom, hogy van ez, valami disznóságot firtattak. És akkor azt mondta, hogy hát kérem uraim, nagyon jól mondat, mert most is ezt tanulunk vissza. Hát kérem, lehet, hogy ez nem szokványos, de törvény is. És valószínűleg fogja a bírósághoz, hogyha úgy látja, hogy ez törvényellenes, mert nem törvényellenes. Igaz, hogy az erkölcsi normáinkkal teljesen ellentétes a dolog, mondjuk, de attól még nyugodtan törvényes lehet. Ha nem az erkölcs az alapja, hogy jognak és a politikának, akkor megette a fene az egészet. Onnantól kezdve nincs mit csinálni. Onnantól kezdve minden törvényes lesz. Vagy törvényessé tehető. Különösen, hogyha olyan fölhatalmazást kapok, akkor bármi törvényessé tehető ebben a rendszerben. Nagyon nyögvenyelősen, és mintha nem akarna nagyon megszületni ez a szövetkezeti törvény, pedig ez egy nagyon fontos eleme annak a modellnek, amiről beszélünk. Mert nem arra, ugye itt szoktak csúsztatni, nem elég azt mondani, hogy kis-közepes családi gazdaságok vannak, mert Európában se így működik, meg régen nálunk se így működött, hanem hozzátartozik szervesen a szövetkezésük. Hogy nem a termelésben akarok gigabirtokokat létrehozni névtelen részvényesekkel és bérmunkásokkal, hanem kis-közepes családi mozaikokat hozok létre, de hogy a piaci versenyben meg tudjanak maradni, ahhoz kell, hogy amikor a piaccal kapcsolatba kerülnek, akkor szövetkezzenek, összefüggnek. Egy értékesítő szövetkezet, beszerző szövetkezet, hangja szövetkezet, nekem még az az igazi szimpatikus elképzelés, és nem a termékpályás szövetkezet, mert akkor egy közösség maga több célú szövetkezetet hoz létre. Hát nem egy dologból az egész országban, nem ismerik egymást az emberek, hanem hogy ott térségben az emberek kitelszövetkezet, beszerzési szövetkezet, értékesítő szövetkezet, képszövetkezet és a többi, amik egymást kiegészítik egy közösségbe. Szóval abszolút egyetértek azzal, hogy a szövetkezeti törvény az abszolút része kellene, hogy legyen ennek az egész modellnek, ha még mindig családi gazdaságokról is kisközepes gazdaságokról gondolkodik a társaság. Ha nem, akkor nem kell. Akkor lehet az integrációs törvény, amiről itt van szó, hogy a nagy integrátor integrálja a kicsiket. Egy filtre fölfűzi, aztán ki vannak neki szolgáltatva. Ez a másik koncepció. Most attól tartok, hogy ez az integráció, ez a szövetkezet helyébe akar majd belépni. Hogy mi lesz ez, nem tudom pontosan, tehát nem tudok erre mit mondani igazán, hogy az mi lesz. Idén van ki, ez mindig újra napirendre kerül, minthogyha lenne valami mozgás ezzel. De hát itt is eléggé, hát kevés eredmény mutat ez az egész törekvés, hogy jöjjön oda létre. A demokráciai főprogramról talán annyit mondanék, hogy itt nagy lelkesedéssel elindult ez a dolog, egy tárcaközi bizottság bevonva különböző ifjúsági szervezeteket is, és a pártoknak, meg más ifjúsági törvényezéseknek a képviselőit is, egy nagy lelkesedéssel elindult ennek az előkészítése. Ugye, hogyha fiatal párok arra vállalkoznak, hogy letelepednek, gazdálkodnak, és két vagy több gyereket világra hoznak, és tisztességgel fölnevelnek, akkor mindenféle kedvezmény közé pakolva, többek közt az állami föld is erre lenne való, hogy ott segítsük őket ezekkel a lehetőségekkel is. Na ez úgy tűnik, hogy leállt annyira, hogy a földtörvényben nem is szerepel az, hogy demográfiai földtörvény. Pedig a márciusban a kormány által elfogadott vidékstratégia önálló nemzeti programként tartalmazza még, azt gyorsított ütemben elfogadta a kormány, hogy demográfiai földprogramot fogunk indítani. Ez egyik kiemelt nemzeti programunk lenne. A földtörvény anyagi oldalra nem teremti meg a földtörvényt. Tehát ha a földet nem juttatunk, az elővásárlási, előhaszonbérleti sorrendben nem is említjük őket, akkor nem fognak lehetőséghez jutni a fiatal párok. Úgyhogy mi betettük el, talán nem is nagyon beszéltünk a demográfiai földprogramban résztvevő fiatal párt, mint fogalmat a fogalmak közé, és aztán végigvittük az elővásárlási, előhaszonbérleti sorrendekbe, mindig szerepeltetjük ezt. Ez egy nagyon fontos dolog lenne valóban a demográfiai földprogram, és ez is hozzátartozna ez az egész csomaghoz. Földtörvény, üzemszabályozási törvény egyetértünk, kíváncsian várom, hogy mi lesz abban, kicsit félre várom, így mondom inkább, hogy mit fog vajon hozni az üzemszabályozási törvény ahhoz képest, mint amit hát elképzelhetnénk egy ilyen konstrukcióban. Az alternatív földtörvény készítése, illetve a kétharmad maga, hát ez egy, itt én se gondoltam volna, hogy egy év, vagy közel egy év, vagy 10 hónap alatt nem igazán sikerül áttörést a saját frakciómban elérni. Nem azért, mintha nem tudnák, mert ez egy elképesztő helyzet egyébként. Hát amikor nincsenek ott a nagyfiúk,
akkor jön mindegyik, ha sokan jönnek oda hozzám, leülünk, beszélgetünk, elmondja a saját negatív példáit, hogy most mit csináljak, mondd meg. És amikor együtt a társaság is nyomni kell, akkor nem. János volt az, aki nagyon fontos lépés volt, hogy a Jánossal együtt tudtunk föllépni, mert ettől a pillanattól már nem azt mondják, hogy ja, az a bolond professzor beszél össze-vissza mindent, irogat az asztalnál, hülyeségeket beszél, lázálmai vannak és azt akarja ránk kényszeríteni, hanem most már van egy másik bolond is, egy bolond százat csinál, ez lassabban megy ez a száz csinálás. Tehát én nem vagyok abban biztos, hogy nem tudják összekalapálni. Én nem hiszem el, ismerve most már ezt a politikai terepet, hogy egy politikus gárda, egy vezető réteg ne tudná pontosan, hogy hány szavazat fog érkezni, és úgy belevágni egy kétharmados ügybe. Darabra megvan nekik a szavazat szerintem. Darabra is megvan szerintem, sőt, esetleg azzal számolva, hogy belül lesz egy-kettő, akit nem tudnak most már oda kényszeríteni. Én úgy tudom, hogy a tár 8 kéne ahhoz, hogy mi itt meg tudjuk fordítani a szavazást, vagy hogy ne sikerüljön elfogadni kétharmaddal. De én meg abban vagyok most már biztos, hogy a függetlenek között találtak annyit, akivel pótolják majd a belső kiszavazókat. Mert különben elképzelhetetlennek tartva, hát ismerem annyira a társaságot, ezt az egész politikai terepet, hogy ne számolták volna darabra le, hogy hány szavazat lesz. Ilyen kockázatot nem vállalhat föl senki. Erre az MSZP-t fog szavazni. Még akár az is lehetséges, bár az MSZP azért nem biztos, mert még nem tudja, hogy mi lesz a földtörvényben. Ugye? Ha vagy nagyon tudják a Raskó, ahogy mondta, akkor ezek szerint jobban tudják már, hogy mi lesz benne. Na kíváncsi vagyok erre például, hogy akkor ki fog szavazni a kétharmadra. De azt hiszem, hogy ez nem... Szerinti lesz? Miért szerinti lesz? Azt nem tudom. Azt a frakciók kérhetik. Én személy szerint nem kérhetem azt, hogy népszerinti szavazást legyen. A frakciónak kell kérni. Hogy kérje valamelyik frakció a népszerinti szavazást, azt én nem tudom megmutatni most. Tehát ez a kétharmad, ez nagy csalódás nekem is, hogy ugye, ahogy a Bibliában van, hogyha egy vagy két vagy hány tisztességes embert találok, akkor megkegyelmezek. Ugye, nektek. És nem találja meg az ember azt a néhány tisztességes, amikor tényleg szavazni kell. Azért nem találja meg, mert ezek kiszolgáltatott emberek nagy részt. Most ezt így magunk közt mondom. Tehát amikor valaki főhivatású politikus és nincs visszavonulási terepe, és a karrierje, az élete, a családja, a egzisztencia minden attól függ, hogy ő egy adott csapatban benne van, vagy sem, és az segíti őt a karrierjében. Az egy más kérdés. Ez egy ilyen terep. Ezzel számolnod kell, hogy hiába a lelkiismerete, egy-kettőnek mozog a lelkiismerete. Tudom, hogy aztán ez megérik-e annyira, hogy esetleg a kétharmad veszélyek, én ezt nem tudom megmondani. Mindenesetre Biancót aláírni úgy, hogy úgy kétharmadot szavazunk be az alaptörvény, hogy fogalmunk nincs, hogy mit fog tartalmazni ez a törvény, amire kétharmadot mondtunk, hát ez egy életveszélyes játék, tényleg. Úgy lenne legfeljebb tisztességes, ha párhuzamosan menne a két dolog, és amikor látod már, hogy mi a törvény tartalmazod, na jó van, akkor ez legyen kétharmados. De úgy megmondani, hogy kétharmados legyen, hogy nem tudod, hogy mi lesz a végső tartalma, hát ez problémás lesz. Az, hogy külön föltörvény, ugye nem tud beterjeszteni, nem tudsz előjönni vele a parlamentben. Ha nincs erő mögötte, nincs egy frakciód, méghozzá erős frakciód, ami keresztül is tudja vinni, ez teljesen reménytelen. Tehát ezért nincs alternatív földtörvény, bár nagyon jó volna, ha lenne, mert legalább össze lehetne hasonlítani a kettőt. De miután, most, hogyha csak egy saját példámat hozom ide, én amikor lemondtam az államtitkárságról, mindenféle ajánlatot kaptam, hogy milyen módon működjünk együtt, de egész komoly ajánlatokat. Most nem akarom idehozni. Én szándékosan a frakciómtól se fogadtam el semmit, mert attól a pillanattól kezdve, hogy valamit elfogadsz, utána nem mondhatod azt, amit a lelkiismereted szerint szeretnél mondani. És én ezt nem akarom. Úgyhogy egyetlen dolgot fogadtam el, mert ezt rám kényszerítették, hogy tudják, hogy hol járok. Ezt a telefont kaptam a frakciómtól, és ugye amikor a Hevesi Síg földbérleti ügyekkel kapcsolatban kihallgatáson voltam, a tanúmeghallgatás volt tulajdonképpen Egerben, ott a rendőr tisztmaga, nyomozó tisztmaga mondta, hogy hát professzor, ezt
Vigyél, vigyél ki innen inkább. Mert azt mondja, ki van kapcsolva, akkor is hallható, hogy miről van szó. Tehát itt szoktam üzenni, hogy jön a jelvtárs, arról van szó. A lényeg az, hogy nem fogadtam el semmit, így nekem nincs egyetlen emberem se, senki nincs, aki segítene, pedig hát a képviselőknek alanyi jogon járnak. Hát valami segéderő, meg egyetek. Szándékosan nem fogadtam el, mert ezt a fajta munkát nem tudnám csinálni, és a lelkiismeretem ellen meg nem vagyok hajlandó. Tehát azért nehéz egy alternatív föltörvényt összehozni részben emiatt, de főleg azért, mert nincs oda politikai erő, amivel ezt be tudnánk oda a parlament elé vinni. Pifán úr most a hegyközségekkel kapcsolatban egymaga nyújtott. Úgy van, de azt a kormány csinálta, és a miniszterelnökkel egyeztek meg. Ugye én nem vagyok ebben a helyzetben. Ha én megegyeznék a miniszterelnökkel, akkor én persze egyéni képviselőként benyújthatnék egy 100 paragrafusos törvényt is. Csak nem ez a helyzet most. Tehát én épp ellenkező. De azért el van készítve egy ilyen törvény? A módosítók gyakorlatilag tartalmaznak azt, hogy mik lennének azok a pontok, amiket nem módosítottunk, ott vagy arról van szó, hogy próbálunk ugye mi is lavírozni, hogy azért a lényeges elemek azok maradjanak benne, nem biztos, hogy így szólna az alternatív törvény, amit nem módosítottunk, de a súlyponti kérdések azok olyanok lennének, amit itt most módosítóként beadtunk. Ez a 70 módosító azért ez a 70 módosító, ez nagyjából kirajzolja, hogy körülbelül milyen típusú föltörvény lenne, és még jó néhány elem van, amit még Kambó professzor úrral bele kéne tegyünk, amik most nincsenek ebben a módosító csomagban. Ugye néhány napunk volt, mert elvileg arról volt szó, hogy itten 3 napig lehet módosítókat, vagy 4 napig benyújtani, aztán hosszabbították meg, mikor mi már benyújtottuk a sajátjainkat. És onnan jött a magosznak a javaslat. Tehát azért bizonyos dolgokat tartalmaznak ezek a módosítók, bizonyos dolgokat nem, aminek kellene egy ilyen föltörvénybe szerepelnie. De nagyjából elkészült az a koncepció, és ezt tették tulajdonképp félre a minisztérium, amikor még bent voltam. Tehát az a szakértői stáb, az 3 törvényt készített elő, mondom még egyszer, a föltörvényt, az üzemszabályzási törvényt és a családi gazdaságról szóló törvényt, mint egy csomagnak a részeit. Hát ez félre, és abban a kontextusban nyomkodtak bele ilyen idegentestszerűen modulokat, bizonyos érdekkörök, ahogy én látom, ezek ilyen zárványok, attól egyébként eklektikus maga a föltörvény is. Belenyomkodtak, bediktáltak, például ez az 1200 hektár, 20 hektár, vagy 20 kilométeres körzet, meg jó néhány dolog, az a mostani földbérleti rendszer biztonságára kerültem, hogy az most már törvényes legyen. Ez az én érdekem.